Fontos határidő a lakáspiacon a 2023 évvége. Eddig értékesíthetik a beruházók a kedvezményes 5%-os áfával a lakások jelentős részét. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vásárlók is jobban járnak. A híradónak nyilatkozó szakértő szerint nem csökkent az ingatlanok ára a kedvezményes áfával, hiszen közben egyenő a kereslet a csok kibővülésével. Azok viszont nyerhetnek, akik tervező vesznek lakást. Ebben a fázisban még van esély az alkura, de ez Nyíregyházán is csak a kevésbé felkapott város igaz. Azt gondolom, hogy a belvárosban lehetetlen alkudni egy kivitelezővel, míg lehet, hogy örökös földön tud alkudni, vagy a, a kosbor négyes huszárok környékén, de tényleg az a jellemző, hogy az elején alkudható a lakás négyzetméter ára valamilyen szinten, a vége felé már nem, mert ugye fogynak a lakások, és ugye azt is tudni kell, hogy a földszint emelet, második, harmadik emelet, tetőtér között a négyzetméter árak is változnak, tehát addig még van miből válogatni addig azt gondolom, hogy engedni nem fog a kivitelező, meg hát az igény az nagy. A privát bankjár cikke szerint bár továbbra is sorozatban érkeznek a fokozott lakásépítési kedvet bizonyító adatok. Az átadott lakások száma szinte mindig elmarad az előző években kiadott engedélyekétől. Az ingatlan.com becslése alapján idén 20-25 ezer új lakás átadása várható, és a közeljövőben is legalább ennyi épülhet évente az országban. Ahhoz azonban, hogy ne romoljon a lakásállomány minősége, minimum 30 ezer új lakása lenne szükség.